pályázatra igen sokan és nagyon szép munkákat küldtetek be. Azt kell mondjam, hogy a zsűrinek igen nehéz volt a választás, ezért úgy gondoltuk, hogy különféle kategóriákat fogunk felállítani, tehát nem első-második helyezettek lesznek, hanem különféle jelzőket találtunk a rózsafüzéreknek a díjazásához. És akkor azt kell mondjam, hogy volt egy olyan kategóriánk, hogy a legfiatalabb alkotónak a rózsafűzére, és Halász Henrietta kapta ezt a díjat. A legkisebb is megpróbálkozott rózsafűzért készíteni. Gratulálok! Aztán egy következő kategória volt a legmunkásabb alkotásért. Ezt Varga Ági és Kökény Vivien kapják. Ők nem érkeztek meg, hogy látszik az átkultára. A következő kategória, amelyben értékeltünk, a legtermészetesebb alkotás, és ezt a Cecanemese, Barócsi Anna, Barócsi Barbara, Nagy Klaudia, Juhász Karolina csapat nyerte meg. Gratulálok! Köszönteni Kocsis Erzsébet igazgatóasszony, és
Szabó Justinának az intézményvezető asszony, és ők segítenek kiosztani a díjakat. Versenyen nagyon ügyesen szerepeltetek, jó pontszámokat értetek el, és azt szeretném mondani, hogy további ilyen sok sikert és további jó versenyzést kívánok mindenkinek. Akik részt vettek ezen a versenyen, azokat mindenképpen egy emléklappal szeretnék utalmazni, és először az emléklapokat osztanám át, tehát aki nem hallja a nevét, az a harmadik, második, illetve az első helyezést érte el. Először a nyolcadikosokkal kezdünk, és akkor emléklapot szeretnék átadni Orosz Katának, Náhocki Donát, Bartus Bernadett, Jakab Renáta, Skudrova Tóth Dániel, Szabó Xavier, Karakas Zsófia, Kormos Liliana, Karakas Dorottya, Szűcs Péter, Markó Teberin, jó, akkor innen jön a titkám most. Azért a tapsot megérdemelnek szerintem. A versenyi napok matematika versenyén a 8. évfolyamon 3. helyezést ért el Munkácsi Dávid. Verseny 3. helyezése 7. osztályból Jenei Gábor. Második helyezést ért el Szilágyi Fanni. Osztályból emléklapot kap Bódi András, Csajági Enikő, Régi Kornél, és itt is az izgalmasabb rész.
Harmadik helyezést ért el a Betlen Gábor Általános Iskoláról Baski Bográka. Második helyezést ért el Pató Ákos. És a hatodik osztályban a versenyinapok keretében első helyezést ért el Forgács Kati. És akkor az utolsó, a legkisebbek úgymond. Ötödik évfolyamon is szép számmal részt vettetek, úgyhogy az emléklapokat kapná Barabás Roland, Bugyka László, Nagy László, Váci Bence, Erdei Viktor, Horváth Dávid, illetve kicsik hazamondtam, Fekete Emese, Gurcsányi Máté és Nagy Vita. Remélem, hogy a... És akkor... Igen, ez izgalmasabb, igen. Na itt akkor az izgalmat össze is fogom a papát. Jó? Akkor egy különleges dolog állt elő, itt ugyanis a második helyen volt verseny van az ötödikeseknél. A harmadik helyezést ért el Gábor Szabó Zoltán. Nincs. És most jön a második hely, ahol ugyanúgy sikerült mindenkinek. Szécsi Pál. És egyet pár. Ő sincs. És az ötödikeseknél az első helyezést Képes Gergő nyerte. Ő sincs. Ő sincs. Azért egy tapsot megérte. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, a nyolcadikosoknak további jó tanulást, és az 5-6-7 hetedik évfolyamon pedig várunk benneteket jövőre is, jó? Köszönöm, és várunk a középiskola matematika tagozatára is, ha ilyen ügyesek vagytok természetesen.